Nem hiszi, hogy rövidesen sor kerülhet Románia csatlakozására az euróövezethez, jelentette ki Klaus Johannis elnök Brüsszelben, ahol az Európai Tanács munkálatai mellett részt vett az euróövezet kiterjesztett formátumú csúcsértekezletén is. Az euró bevezetését előkészítő tanács az államfő indulása előtt néhány nappal 2024-et tűzte ki a csatlakozás határidejeként. Közölni fogja az euróövezet államainak vezetőivel, hogy Románia a jövőben csatlakozni kíván a közös valutát használó tagállamokhoz, mondta Klaus Johannis Brüsszelben, ahol részt vett az euróövezet kiterjesztett formátumú csúcsértekezletén, amelyen a közös európai költségvetés kérdése is terítékre került. Ugyanakkor a belföldi sajtónak szkeptikusan nyilatkozott a csatlakozás esélyeiről. Ami a 2024-es céldátumot illeti, úgy vélte, lehet akár realista is, de akkor nem elég a szándék kinyilvánítása. Pe de o parte 2024 este suficient de departe ca să... Egyrészt 2024 elég távoli határidő ahhoz, hogy addig készen álljunk. Másrészt, ha a jelenlegi helyzetet nézzük, a strukturális reformok hiányát, elrugaszkodott lenne a részemről azt mondani, hogy készen állunk. Hogy végül valamikor készen leszünk, ez biztos, hogy végeredményben mindannyian azt akarjuk, hogy csatlakozzunk az euróövezethez. Hozzátette azonban, voltak még hasonló határidők, előbb 2019-et, majd 2021-et ígérték. Az jó, hogy csatlakozni akarunk, de még korai pontos céldátumot kitűzni, vélte az államelnök.